Időutazó gyermektáborunk harmadik napján az ókori Rómába utaztunk el a gyerekekkel. Farkas Zsuzsanna történész beszélt a gyerekekkel és mutatta be Rómát. Hogyan készültél, mit láthattak tőled a gyerekek? Általánosságban a maga a római birodalomnak a legfontosabb tudnivalóival készültem, hogy mit is adtak nekünk a rómaiak, a légkondicionálót, a padlófűtést, a plázákat, a lakatot és a betont, de ezen felül így a helyi vajdasági vajdaságnak is, amit adtak, az is bemutatásra került, illetve a fő hangsúly az az étkezésen volt, hogy mit is ettek a rómaiak. Szuper! Milyenek voltak a gyerekek? Volt már előtudásuk a témában? Hogy tapasztalt ezt? Igen, a témában nagyon jártasak voltak, és nagyon sok mindent tudtak. Tudták az, hogy a gladiátoroknál a thumbs up, vagy ez nem magyarosan, a hüvelykujj felfelé és a hüvelykujj lefelé jel, az mit jelent. Illetve maga a történelmi és a földrajzi dolgokat is ismerték. Szuper, köszönöm szépen!